A férfi kézilabda NB1 2013-2014-es szezonjának utolsó mérkőzése következik. A férfi kézilabda NB1 utolsó mérkőzésén azt a narancsmezes Mezőkövesdet fogadta a SZESE, amely a bajnokságban 3-szor legyőzte a hazaiakat. A meccs egyetlen tétje az volt, hogy milyen szájízzel zárhatja az idént a SZESE, mert papíron már korábban kiesett és utolsóként végzett a bajnokságban. A 20. percig szoros volt a csata, majd az első félidő hajrájában a SZESE ellépett 3 góllal, amiből 2-t meg is tudott őrizni a szünetig. 14-12-vel fordultak a felek. És akkor következik a második félidő 2 gólos győri vezetésről. A második játékrész is ETO góllal indult, sőt a folytatásban ritkán látott magabiztossággal növelték előnyüket halászék. A hajrára már a 10 gólos különbségért támadhattak, ami az 56. percben össze is jött 28-18-nál. A lefújásig ugyan kozmetikázott a Mezőkövesd, ám végül így is 28-21-re győzött az ETO SZESE, amely ezáltal valamelyest kellemesebb szájízzel zárta a szezont. A szegény embert az ág is húzza itt az elmúlt mérkőzésekre gondolva, hogy amikor ugyanilyen lelkesedéssel ellenállóan játszottunk, csak valami oknál fogva nem sikerült nyernünk. És azt, amit előbb itt nyilatkoztam a másik kollégának, most is tartom, hogy nem kicsit, hanem nagyon, mert ez a formaidőzítés az most jött ki, vagy illetve halkan jegyze meg, most játszottunk tét nélkül, most már teljesen mindegy volt, a srácok felszabadultak voltak. A folytatást tekintve minden győri nevében mondhatjuk, hogy remélhetőleg jövőre is lesz NB1-es férfi csapat a Győrnek. A Magyar Kézilabda Szövetség megteremtette a lehetőséget, hiszen jövőre a Szeged és a Veszprém szehaligás vitézkedése miatt a 2 kieső az NB1-ben folytathatja. Már ha akarja vagy tudja. Ehhez azonban óriási vérfrissítésre lesz szükség Győrben, amihez elengedhetetlenek a megfelelő anyagi feltételek.